Sziasztok, ez itt újra a Resurgence. Hétvégén most nagyon kevés időm van, de szerencsére éppen két iszonyúan rövid pálya következik. Szóval vigyük is. Kapjuk föl minél hamarabb a supershotit. És talán ugorjunk le ide. Most már meg tudjuk védeni magunkat. És azt is megcsinálhatnám, hogy most elszaladok a piros kulcsig, ami ehhez a rácshoz kell. Viszont nem akarok rakéták nélkül odafutni, szóval még itt körbenézek. Aha, itt vannak a rakéták. Amint leesünk, oda nincs vissza út. Szóval egy kicsit elővigyázatos vagyok. Na jó. Most már elég rakétám van, szóval szaladjunk itt át. Gecko démonok követni fognak minket. De az ne zavarjon. Megküzdjek én itt velük. Nem tudom, hogy mennyire éri meg. Hát én itt ki fogok fogyni teljesen lőszerből. Nem is látok már. Na jó, de legalább megvannak. És itt van ez a piros kártya. És én direkt erre a részre tartogattam a sok rakétát. És sebződök erre. Ezek a menkibuszok elég sok problémát jelenthetnek. De hogyha jól látom, már alig van belőlük. 1% most veszem csak észre. Jaj. Oké, jó, hogy nem szedtem fel ezt a titkos helyet a pálya elején. Itt kapunk egy berserkert, szóval. Yeah, vissza 100%-ra. És ez a kapcsoló pedig újra kinyitja nekünk a rácsot. És most már erre is haladhatunk. Előbb azonban megnézem, hogy még itt maradt-e nekem valami. Hát nem. Úgy tűnik, hogy sotival kell ezt a részt teljesítenem, és nézem a lehetőségeimet, hogy hova bújhatok. Ugyanis két ácsvály jön ide. Jó, ide megpróbálok elbújni, hát nem igazán ment. Jaj. Most pedig ezt az oszlopot próbálom itt búvóhelynek használni. Ó, az de közel volt. Az nagyon közel volt. De csak megvan ez is. Nem tudom, hogy hogy sebzett ennyit az Archvile, igazából nem tudtam követni, hogy pont mi történik. De hiszitek vagy sem, ennyi volt ez a pálya. Aktiváljuk a platformokat és ide átszaladunk. Hány perc lehetett ez? 4-5? 4-20. Igen, meglepő, hogy most így rövidülni kezdenek egy ideig a pályák. Na nem mint hogyha nekem ez probléma lenne, mert pont az ilyen akcióorientált pályákat szeretem. És hát nincs benne semmi különös, de jól megtervezett pálya ez is.
És a következő részt is szerintem még fölveszem, mert egyáltalán nincs kedvem újra belekezdeni a tanulásba, szóval hamarosan jövök. Addig is sziasztok!